Sziasztok! Innen jelentkezünk a 2016-os edukáció kiállításról, ahol többek között az ELTE is képviseltette magát. Megkérdeztünk gimnazistákat, hogyan érzik itt magukat, milyen célokkal jöttek ide, és hogy megtalálták-e a számukra a kedvező egyetemet. Mi is ködbe tekintettünk itt a kiállításon. Mi szél hozott titeket ide az edukációra? Most fogunk érettségizni ebbe az évbe, és hát szeretnénk a továbbtanulással kapcsolatban információt gyűjteni, hogy hova tovább, meg ilyesmi. Azért jöttem ide, hogy egy kicsit körbenézek, hogy mik a lehetőségek, hova lehet tovább menni. Még messze áll, igazából egy év múlva fogunk majd érettségizni, de azért már érdeklődünk, hogy merre felé menjünk tovább. Milyen egyetemre terveztek tovább menni? ELTE-re. Az ELTE iránt érdeklődnénk. Igazából még nem tudom, hogy melyik egyetemre szeretnék menni. Úgy gondoltam, hogy ezt az évet kihagyom, és majd jövőre fogok tovább menni. Az ELTE-re. Valószínűleg az ELTE-re. Nagyon jó. Milyen kat? Szintén IK. Én most azon gondolkodtam, hogy esetleg a Corvinusra. És milyen szakok érdekelnek, Ricsi? Igazából a tanári. És azon belül milyen tanár szeretnél lenni? Angol. Én hát főként a Semmelweis Egyetem, annak is a gyógyszertudomány, a gyógyszerészeti kar érdekelne legfőképp. Engem főként a gazdaságinformatikai képzés érdekel, ezen belül is a BGE és a BCE képzése. Hogy érzed, ez a kiállítás neked hasznos, vagy még jobban összezavart, mert ugye itt rengeteg főiskola, egyetem képviselteti magát? Hát szerintem hasznos, mert lehet kérdezni, mindenkitől elmondják, hogy mik a lehetőségek, tényleg szerintem jó, hasznos. Hát inkább segített szerintem, mert így, hogy egy helyen van ennyi egyetem, meg főiskola, mindegyiket meg lehet nézni. Szerintem így jó ez a kiállítás. Szerintem hatalmas segítséget nyújt. Aki szeretne valamit találni, az itt megtalálja, és na, átlátható is, úgyhogy ha valaki tényleg érdekel valami, akkor az itt tájékozódni tud róla. Mennyire céltudatosan jönnek ide hozzátok, hogy az ELTE-re szeretnének jönni a középiskolások? Én úgy veszem észre, hogy a középiskolások úgymond szerintem 90%-a már tudja, hogy melyik szakra, és azon belül, hogyha esetleg van szakirány, akkor a szakirányt is tudja már. Legtöbben a ponthatárokat kérdezik, a felvételi követelményekkel mindannyian tisztában vannak, általános kérdéseket szoktak feltenni, hogy érezzük magunkat, mik a tapasztalataink, de én úgy gondolom, hogy nagyon céltudatosak. Mit szimbolizál ez a busz, amivel kollektíven idejöttünk? Egyfajta magától értetődő természetességgel fejezi ki azt az innovációs folyamatot, amelyet a ELTE az utóbbi időkben elsősorban az informatikai fejlesztések, de hát tulajdonképpen az egész Eötvös Loránd Tudományi Egyetem területén megindított. Kifejezi azt a kapcsolatot, ami az ELTE-t hozzá kapcsolja az iparhoz, és kifejezi azt, hogy az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem az ipari partnereivel hogyan és milyen módon működik együtt.